Éneklik a mi atyánkot az afrikai hívők Nigériában az egyik kórházban. Nem is akármilyen intézményben teszik ezt. Fodor Réka missziós orvos és adományozóik jóvoltából sikerült létrehozni egy többágyos intézményt, úgynevezett Afrika házat. Onitsa az Nigéria déli részén van, ahol 8 millió ember él, ez nekünk elképzelhetetlen, majdnem akkor az a város lakossága, mint az országunk. És hát a közbiztonság nem a legjobb, tehát nem egy turista paradicsom. És 33 kilométerre például van egy 800 ezer fős falu. Ezeket a számokat azért mondom, mert ezt így nehéz elképzelni. És ennek a 8000 embernek egyáltalán nem volt sehol orvosi ellátása. Nem volt egy röntgen, a szülőnőknek nem volt egy ultrahang, semmi. És itt épül az egyik tolnai ember, Rózsa Lacinak a támogatásával, az Africa House, ami gyakorlatilag egy, hát most még nagy beképzeltség, azt mondja, hogy kórház, 10 ágyas kórházat Magyarországon nehéz így mondani, de ott lehet már ultrahangot csinálni terheseknek, ha baleset van, akkor nem kell 33 kilométert menni be Onitsába. Egyébként nem tud bemenni egy balesetes ember, mert nincs mentő. Tehát az a szülőnő, az nyilván nem fog tudni elmenni Onitsába, tehát ennek a 8000 embernek lett helyben ellátási esély, és a legsúlyosabbakat akár be is tudjuk fektetni. A következő felvételen az látható, hogy a legszegényebb 500 családnak osztanak ki Rékáék tartós élelmiszereket. Rengeteg felvétel tanúskodik arról, mennyire hálásak az alapítványnak és a missziós orvosnak azért, mert segít nekik, megmenti, támogatja, képzi őket, értelmet és célt ad az életüknek. Ezek a fényképek is igen tanulságosak. Réka is elkapta a maláriát, és miközben gyógyult, nem tétlenkedett. Megtudta, hogy a szomszéd faluban 34 gyereket küldtek haza az iskolából, mert nem volt pénzük tandíjra. Réka és alapítványa összegyűjtötte a szükséges összeget, így a gyerekek ismét az iskolapadba ülhetnek. 12 éves koromban olvastam Svájcert, egy kislány, aki nem értett semmit az egészből, csak volt egy álma, hogy a fekete kicsi gyerekeket kell majd gyógyítanom. És ez egy ilyen nagyon mély elhívás volt. Nem voltam hívő, de azt éreztem, hogy nekem missziós olvasnak kell lennem. És utána nagyon sokáig elfelejtettem ezt az álmomat. Rengeteg körülmény volt, autóbaleset, Párizs utcaszenészség, az Afrika könyve, mindent el lehet erről olvasni, de 30 évet kellett majdnem, hogy azt mondom, várni ahhoz, hogy ez az álom létrejöjjön. Egyébként, amikor megérkeztem, olyan volt, mint a hazaértem volna. De azért nyilván, hogyha kiesik a kerék a kocsiból, akkor most kit hív fel az ember? Tehát nem árt a helyi viszony, helyi kapcsolat. Ki főz rám, logisztika, hogy nem leszek kolerás, vagy ha mondjuk 3 órát kell főzni, vagy ne legyek fertőzött vízzel, vagy ki vasal rám. Ezek olyan kérdések, amik igazából foglalkoztattak. Az, hogy kell meggyógyítani egy beteget, kevésbé volt kérdéses. És mivel Nigériában, utána pedig Csókai András hívott el, ahova már 4-szer ment el egy katolikus kórházba, pont ez a logisztika megvolt. A maláriát, tifusz, fertőző betegségeket szeretném gyakorlatilag meggyógyítani. Nagyon sok olyan ember van, akinek nincs 10 dollárja. Tehát nem az én tudásom az unikum, hanem egy nagyon-nagyon komoly adakozási hullámban rengeteg magyar ember segítségével kiviszünk pénzt, és beveszük ingyen a gyógyszert is, meg a teszteket is. És azokat a legmélyebb szegénységben élő embereket, akik belehalnak abba, hogy nincs 10 dollárjuk egy gyógyítható betegségben, mint például a malária, mi egyszerűen definitíve ellátjuk. Réka élete sem volt fenékig tejfel. Az orvosi egyetem alatt autóbalesetet szenvedett, abba is hagyta a tanulást. Párizsba ment, utcazenélésből élt. Majd hazajött, befejezte az egyetemet, megismerte író férjét, családot alapítottak. Ezt követően belevágtak az úgynevezett Afrika projektbe. Férje írja a könyveket, és az azért kapott összegből vásárolják a gyógyszereket az afrikai embereknek, és abból hozzák létre a kórházat. Az alapítványuk célja, hogy elmaradott országokba, térségekbe és katasztrófa sújtotta területekre egészségügyi missziókat szervezzen, támogasson és egészségügyi ismeretterjesztést végezzen.
Létrehozták az Afrika házat, vagyis egy kisebb kórházat és egy komplex radiológiai részleget. Továbbá több mint 100 tanuló éves tandíját sikerült kifizetniük. Közben a vallás révén hatalmas együttműködés szerveződött az alapítvány mögé. De ami a legfontosabb, hogy Nigéria második hazám lett, nagyon komoly testvéri viszony alakult ki a hívőkkel is, a betegekkel is, atyákkal is, és most az eukarisztikus kongresszusra egyébként meghívta Herdő Péter bíboros atya, okekelyesek atyát is, és az Afrika napon szerény személyem kíséretében Csókai András okekelyesek atya, Izun atya, a kórházigazgató és Bazil atya is fog előadni, úgyhogy ez is egy nagyon nagy mérföldkő, hogy itt már nem arról van szó, hogy kimegy pár magyar orvos az őserdőbe és vágja a csákányon egyedül mondjuk az őserdőbe a liánt, hanem egy nagyon komoly együttműködés van. A november közepére tudjuk remélhetőleg összerakni, hogy egy idegsebészeti, egy belgyógyászati és egy humanitárius blokk is egyszerre ki tud menni. Ez egy nagyobb lélegzetvételű misszió lesz, úgyhogy erre már most kell készülnünk. Réka a Tolnai Magházban tartott előadásán elárulta hitvallását. Mindennek megvan az oka, mert ha ő nem tanult volna meg a megélhetésért pénzt kérni, ma nem tudna ilyen sok támogatót a missziója mögé állítani.